A világ legsötétebb zugaiban, a társadalom tekintete elől gondosan elrejtve, olyan könyörtelen börtönök hevernek, amelyek falain belül annyira brutális dolgok történnek, hogy az embertelenség megtestesítőiként váltak hírhetté. Sziasztok! Ma a Föld legszigorúbb, vagy mondhatni már inkább legszadistább büntetésvégrajtási intézeteibe tekintünk be, ahol a poklok poklait élik meg minden nap a rabok. Reménytelenség, elveszettség és félelem kong ezekben a zsúfolt cellákban, sőt, ha elég bátor vagy és a videó végéig itt maradsz, akkor még az állad is le fog esni, olyan tényeket osztok meg veletek. A videó végére hagytam ugyanis a legdurvább börtönt valaha, ami hatalmas port kavart. Stanley börtön. A Stanley börtön Hongkong sziget déli részén a Stanley félszigeten található. A börtönt 1937-ben alapították és körülbelül 1300 fogvatartott befogadására tervezték. A létesítmény szigorú szabályairól és előírásairól, valamint a fegyelem kemény megközelítéséről ismert, ahol semmiféle tiszteletlenséget nem tűrnek el a raboktól, sőt ezekkel szemben durván fel is lépnek. Ez még idézőjelbe téve a leglazább a listán, mivel látni fogjátok, egyre kemény történeteket fogok nektek elmondani, de már itt is megkövetelik az őrök a raboktól, hogy minden alkalommal, mikor hozzájuk szólnak, akkor uramnak szólítsák őket, valamint tisztelegjenek nekik. Ráadásul, ha valaki csak üres fecsegéssel zavarja meg őket munkájukban, tehát például nem panaszt tesz, munkára jelentkezik, vagy halaszthatatlan dolgokat közöl, akkor verésre számíthat. Mivel ez az egyik legnagyobb intézmény, így a Stanley börtön fogvatartottjai között vannak férfiak és nők is, akiket súlyos bűncselekményekért, például gyilkosságért, kábítószerkereskedelemért és rablásért ítéltek el, de a börtönben jelentős számú külföldi állampolgár is található. Ezen felül pedig érdekesség, hogy a börtön több egységre oszlik, amelyek mindegyike saját létesítményekkel és erőforrásokkal rendelkezik, akár csak egy nagy vállalat. Ezek közé tartozik a maximális biztonsági egység, a drogrehabilitációs egység és a pszichiátriai egység. Az itt fogvatartottak attól kezdődően, hogy elkezdi büntetésüket letölteni, teljesen elvesztik a fogvatartók szemében minden emberi méltóságukat, onnantól kezdve ugyanis csak számokként hivatkoznak rájuk, és sokszor megalázzák őket például azzal, hogy leköpik őket, vagy leüvöltik más rabok előtt. A Stanley börtönben uralkodó nehéz körülmények ellenére a börtönhatóságok elkötelezettek amellett, hogy biztonságos környezetet biztosítsanak mind a fogvatartottak, mind a személyzet számára. A börtön átfogó biztonsági rendszerrel rendelkezik, beleértve a biztonsági kamerákat, fémdetektorokat és a képzett tisztek rendszeres járőrözését. Butirka, az orosz rémálom. A Butirka börtön az egyik leghírhettebb börtön Moszkvában, Oroszországban. Ez az orosz főváros legnagyobb fogháza, és egyben Oroszország egyik legrégibb és legismertebb intézménye is, így nem meglepő, hogy szigorú szabályok vonatkoznak rá, azonban az már inkább rendkívüli, pontosan milyen körülményekben is élnek itt a fogvatartottak. A börtön 1771-ben épült, és kezdetben politikai foglyok fogolytáboraként használták, idővel azonban elkezdett ismerté válni a kemény körülményeiről és a foglyokkal szembeni embertelen bánásmódról. Amikor azonban részleteiben is kiderült, milyen brutális dolgok folynak az intézmény falai mögött, akkor mindenki elszörnyedt. Szergej Magnyitszky egy orosz jogász volt, akit egy évig tartottak fogva itt, ami idő alatt naplót vezetett arról, mit tapasztal bent. Egy sikkasztás ügyében került be a Butirkába, azonban nem mint elkövető, hanem mint nyomozó. Ő ugyanis egy olyan korrupciós botrányt kezdett felderíteni, amiben a rendőrség, sőt még a kormányhivatal is érintett volt, és átszámítva 50 milliárd forintnál is több adót tüntettek el. Ez a szaglászása a felsőbb körökben is érintett vezetőknek nem tetszett, és igazi maffia módszerekhez folyamodtak, vagyis eltüntették a férfit azáltal, hogy börtönbe dobták. Az ő feljegyzéseiből derült ki hát, hogy bírósági ítélet nélkül tartóztatták le, amivel szemben 450 panaszt fogalmazott meg arról, milyen embertelen körülmények között tartják, de egyetlen beadványt sem vettek figyelembe tőle. 14 emberrel zárták össze egy olyan cellába, ahol csak 8 ágy volt, a villany egész nap égett, ezzel lehetetlenné téve a pihenést, nem volt fűtés, de még ablak sem. Az orosz télben majdnem halálra fagytak, és a helységben egy lyuk szolgált mellékhelyiségként, amiből néha fel-fel bukkant annak tartalma. Magnyitszky rengeteget fogyott bebörtönzése alatt, epeköve és egyéb egészségügyi problémái miatt pedig
akik állandó fájdalmai voltak, melyeket az orvosok nem voltak hajlandók ellátni. Végül a férfi tisztázatlan körülmények között hunyt el a börtön falain belül, de családtagjai szerint kínozták és végül agyonverték. Azt azonban, hogy pontosan mi történt, valószínűleg sosem fogják már megtudni. A börtönorvost és az igazgatóhelyettest is vád alá helyezték gondatlanságból elkövetett emberölés vádjával, de végül mindkettőjüket felmentették, büntetést tehát senki nem kapott az ügyben. A börtön egyébként jelenleg is használatban van, bár a körülmények állítólag javultak az elmúlt években. Az intézmény azonban továbbra is túl zsúfolt, és a fogvatartottak a mai napig is az őrök általi rossz bánásmódról és bántalmazásról számolnak be. Rettegett hírneve mellett egyébként a Butyrka börtön fontos szerepet játszott az orosz kultúrában és történelemben is. Számos híres írót, költőt és politikai szereplőt tartottak a börtönben, köztük Fjodor Dosztojevszkijt, Maxim Gorkijt és Alekszandr Solzenyicint. Emellett pedig számos könyv, film és más műalkotás témája is volt a megosztó komplexum. Összességében a Butyrka börtön továbbra is az orosz börtönrendszer keménységének és brutalitásának, valamint az országban az emberi jogokért és méltóságért folytatott folyamatos küzdelemnek a szimbóluma. Az izraeli munkatábor. Az 1391-es tábor egy rendkívül titkos fogvatartási és kihallgatási létesítmény Izraelben. Az intézményt, amely hivatalosan a Camp 1391 katonai hírszerzés és fogvatartási létesítmény néven ismerik, az izraeli védelmi erők üzemelteti és feltételezett terroristák, valamint más biztonsági fenyegetést jelentő személyek fogvatartására és kihallgatására használják. A börtön Dél-Izrael egy távoli területén Nir Oz kibuc közelében található, és úgy gondolják, hogy az 1980-as évek óta működik. A szigorúan titkos táborról csak nagyon keveset tudunk, mivel kizárólag az arra jogosult személyzet léphet be, ennél fogva pedig kizárólag a kiszivárgott információból lehet elképzelésünk a benti körülményekről. Ezen jelentések szerint az 1391-es táborban a fogvatartottakat durva vallatási módszereknek vetik alá, beleértve a fizikai és pszichológiai kínzást is, annak érdekében, hogy információkat szerezzenek a potenciális fenyegetésekről. A létesítményt számos emberi jogi visszaéléssel vádolták, mint például a rossz bánásmód, a kínzás és a kikényszerített kényszervallomások. A börtöntábor tövező titkolózás ellenére az 1391-es táborra az elmúlt években fokozott figyelem fordult a rengeteg panasz következtében, aminek keretében emberi jogi szervezetek és más érdekképviseleti csoportok igyekeznek nagyobb átláthatóságot és elszámoltathatóságot kapni a fogvatartottakkal való bánásmóddal kapcsolatban. Az izraeli kormány azonban továbbra is fenntartja, hogy a létesítményre nemzetbiztonsági okokból van szükség, és megtagadta, hogy további információkat közöljen a műveleteiről, vagy az ott fogvatartott személyekről. Nem véletlenül ez az egyik leginkább ellentmondásos létesítmény a listán, mivel csak kiszivárgott információkkal rendelkezünk az ott folyó dolgokról, és az is elképzelhető, hogy az igazság sosem fog napvilágra kerülni. Abu Ghraib, a végső rémálom. Az Abu Ghraib börtönkomplexumot, amely Bagdadtól néhány kilométerre található, már ugyan 2006-ban bezárták, de a mai napig is újabbnál újabb beszámolók jelennek meg azokról a szörnyű dolgokról, amiket ott kellett az iraki foglyoknak átélniük az amerikai hadsereg embertelen kínzásai miatt. A börtönben hosszú évtizedeken keresztül szörnyűen kínozták és alázták őket, valamint gyakoriak voltak a kiégzések is. Előfordult, hogy szexuálisan bántalmazták a fogvatartottakat, aminek keretében például mesztelenre vetköztették őket, és arra kényszerítették, hogy egymásra másszanak, vagyis a fogvatartók szavajárása szerint emberi piramist alkossanak. Ezek közben gyakran fényképeket és videókat is készítettek az amerikai katonák, de ezeket csak erősen cenzúrázva fogom nektek megmutatni, mert igazán megrázóak és felkavaróak is. A börtön bezárásához egyébként végül a hadsereg vizsgálata vezetett, ami azután indult, hogy egy katona jelentést tett feletteseinek arról, mi folyik a börtönben, és panaszát az említett fényképekkel is bizonyította. Ekkor előkerült például olyan felvétel, amelyen az egyik őrmester, aki ellen aztán eljárás indult, egy foglyon ül, és a hivatalos megfogalmazás szerint úgymond ídetlenséget csinál vele. Más képeken az is látható, hogy megverte a rabokat, illetve több foglyot kényszerített arra, hogy egymást üssék. A tiszthelyettes a vádakat egyébként tagadja, sőt az ügyvédje szerint nem kapott megfelelő
kiképzést, mielőtt rábízták volna a foglyokat, ezért magát nem tartja hibásnak azzal kapcsolatban, hogy kihasználta erejét és tekintélyét a kiszolgáltatott rabokkal szemben. Más vádlottak ügyében olyan felvételek kerültek napvilágra, amelyeken az látható, hogy az egyik rab fejére csukját húztak, és testét pedig dróttal kötözték össze. Ezen kívül azt is megörökítették fényképeken, hogy egy kutyát úszítottak egy irakira, valamint hogy a raboknak szeretkezést kellett imitálniuk a katonák kedvéért. És ez mind csak néhány dolog, ami ezen a pokoljárta helyen történt hosszú hónapokon és éveken keresztül, de mégis egyik fogvatartó sem tartja magát bűnösnek a mai napig sem. Voltak, akik azzal védekeztek, hogy szerintük ezek csak erősebb és fokozott kihallgatási módszerek voltak, melyekre ráadásul a börtönben dolgozó civil szakértők utasítása miatt kerülhetett csak sor. Ez a világtörténelem egyik, ha éppen nem a legszörnyűbb hivatalos, államilag felügyelt börtönbotránya is egyben, amely a 2000-es évek után következett be, és szerintem is az egyik legdurvább, amihez foghatót, hát nem igazán hallani a mai társadalomban. Ezzel pedig a mai videó végére is értünk, mindenképp nyom egy lájkot, hogyha érdekelnek még ehhez hasonló tartalmak a csatornán, hogyha kíváncsi vagy akár újabb börtönökre, mert az az igazság, hogy még mindig vannak további elképesztően akár megrázó börtönkörülmények. Emellett pedig amire nagyon kíváncsi lennék az, hogy pontosan mit gondoltok a fogvatartottaknak járó jogokról. Szerinted is elítélendő az, hogy valakit például élete végéig kínoznak, sőt akár meg is ölnek a börtön falain belül, függetlenül akár attól, hogy egy tényleges bűnözőről van szó, aki tegyük fel tényleg teljesen elítélendő dolgokat követett el, mondjuk megölt valakit az utcán, vagy bármi hasonló súlyos bűncselekmény, de szóval mégis hol kéne meghúzni a határt? Elég az, hogy bezárjuk őket, és mondjuk akár 20-30 évre megfosztjuk őket a szabadságuktól, vagy ténylegesen szükség van szigorú fellépésre, például verésre, hogyha tiszteletlen az őrökkel szemben, esetleg szerinted valóban megérdemli, hogy kínozzák is őt a büntetésének keretein belül, mert én szerintem ez egy nagyon-nagyon széles téma, és tényleg akár órák hosszat lehetne ezen vitázni, úgyhogy kezdésnek kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltak erről, aztán pedig egy következő videóban akár azt is megnézhetjük, hogy különböző országokban milyen törvények vonatkoznak a rabokra, és milyen jogok illetik meg például az elítélteket. Én most minden esetre megköszönöm nektek a figyelmet, ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rá, nyomjátok be ezt a kis csengőt is, így látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amik közül nem sokára jövök is egy újabbal, lehet rögtön holnap, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig is meg további szép estét, és sziasztok!